Tisztelt hallgatóság! Nagy öröm számunkra, hogy jelen lehetünk ezen a konferencián, és beszélhetünk közös kutatásunkról. A mai prezentációban természetesen nem a teljes kutatásról számolunk be, hanem annak egy kis szeletéről, a COVID-19 kiváltotta válság munkaerőpiaci hatásairól Ázsia 3 kiválasztott országában. Ebben a prezentációban a regionális hasonlóságokat és különbségeket vizsgáljuk Ázsiában. A kontinens 3 a világgazdaságban jelentős részesedésű országát, Japánt, Kínát és Dél-Koreát hasonlítjuk össze. A saját modellünk alapján becsült adatok és a COVID-19 miatti tényleges adatok eltérése mellett arra fókuszálunk, hogy ezek az országok milyen megoldásokat alkalmaztak a munkanélküliség visszaszorítása érdekében, és mennyire voltak sikeresek ezek az intézkedések. Az Ázsia-Csendes-óceán régió gazdasági növekedése már 2019-ben is lassan csökkenő pályán mozgott. Elsősorban a geopolitikai feszültségek és a kínai-amerikai kereskedelmi háború miatt. Ezt a csökkenést fokozta tovább a COVID-19. Ezért a 2020-as visszaesés sokkal nagyobb lett, mint a 2008-as válság idején. Az zárlati korlátozások miatt elsősorban a turizmus vendéglátás szektora, a kereskedelem és az építőipar teljesítménye esett vissza. Ez pedig nagyon súlyos hatással volt azokra az országokra, amelyek bevételeik jelentős részét az idegenforgalomnak köszönhetik, mint például Tájföld vagy a Maldív-szigetek. De nem kímélte a válság a régió gazdaságilag erős országait, Japánt, Kínát és Dél-Koreát sem. Ázsiában a pandémia jelentősen csökkentette a munkaórák számát, megfordította a foglalkoztatás növekedési trendjét, és 81 millió állás elvesztéséhez vezetett. Leginkább Dél-Ázsiát érintette a visszaesés. Speciális a három ország közül Kína helyzete, itt tört ki a járvány, ezért az országnak tapasztalatok nélkül kellett megoldást találni. A szigorú korlátozások hatására 2020 áprilisára a tényleges munkanélküliség becsült országos átlaga 20,5%-os lett, de az iparilag fejlett provinciákban sokszor a 65%-ot is elérte. A járvány előtti állapot hivatalos helyreállása már 2020. októberére megtörtént. Japán, mivel ebben az országban a kormánynak nincs megfelelő felhatalmazása egy egészségügyi veszélyhelyzet elrendelésére, speciális védekezési módot választott. Felkérték a lakosságot a WHO úgynevezett 3C doktrínájának betartására, azaz a rosszul szellőző zárt helyek, a tömeg és a közvetlen kontaktusok elkerülésére. A védekezés alapelveit megszegőket nevük nyilvános közzétételével szankcionálták, ami a közismert japán mentalitásra tekintettel óriási szégyen, ezért igyekezett mindenki megfelelően védekezni. Ez a fegyelem sikeresnek bizonyult, és az ország első hullám alatti járványügyi mutatói semmivel sem lettek rosszabbak a teljesen más módon védekező Dél-Korea adatainál. Harmadik vizsgált országunk Dél-Korea. Itt az első hullám szintén jelentősebb halálozással és viszonylag kevés súlyos megbetegedéssel zajlott le. Az ország teljesen másképp védekezett, mint Japán. A koreai kormány járványellenes csúcsszervet hozott létre, melyben a politikai döntéshozók és az egészségügyi szakértők is helyet kaptak. A tömeges tesztelés, a kiszűrt esetek kezelése és a hatékony kontaktkutatás vezetett a látványos sikerhez. Bár az első hullámot Japán is, Korea is sikeresen zárta, a későbbi hullámok már nagyobb veszteségekkel jártak.
A szakirodalom és a gazdasági helyzet áttekintése után a dián látható hipotézist fogalmaztuk meg, majd ezt vizsgáltuk. Az adatokat az OECD adatbázisából nyertük, amennyiben a vizsgált idősor nem volt teljes, akkor ezt a Trading Economics honlapjáról pótoltuk. Mivel gyakran jelentős hullámzást mutató idősorokkal kellett dolgoznunk, és célunk előrejelzések elkészítése volt, a sztohasztikus elemzés mellett döntöttünk, és a véletlen hatásokat is modellező, autoregresszív integrált mozgóátlag módszert választottuk. Az előrejelzett havi munkanélküliségi adatokat összehasonlítottuk a megfigyelt értékekkel. Így kimutathatóak lettek a 2020. januártól 2021. áprilisáig tartó időszakra modellünkkel becsült adatok és a vírushelyzet miatti valós adatok közötti eltérések. Kínában a hivatalos munkanélküliségi ráta 2019. októberében hirtelen megnőtt 3,5%-ról 5,2%-ra. Ez azonban nem az eltitkolt járványos eseteket jelzi, hanem mindössze egy metodikai változást, a 2019. év negyedik negyedévétől bevezetett új gazdaságstatisztikai módszertant, amely törést eredményezett az adatsorban. A pandémia okozta növekedés csak a 2020 februári adatokban jelent meg, értéke közel 1% volt. A legmagasabb munkanélküliségi rátát, ami 6,2%-ot ért el, 2020 áprilisában mérték. Ezután lassú csökkenés indult meg, de bár a hivatalos közlemények már bejelentették a járványt megelőző állapot elérését jóval korábban, a ráta valójában csak 2021 áprilisára érte el a járvány előtti értéket. Tekintettel a hivatalos kínai statisztikai módszerekre, a tényleges munkanélküliségi ráta ennél valószínűleg jóval magasabb volt. A szakértők szerint még óvatos becsléssel is legalább 10,5%. Ráadásul a hivatalos statisztikák csak a városi felnőtt gyári munkások rátáját mérik, ennek is legalacsonyabb értékét közlik, és például a fiatalkori munkanélküliség vagy a mezőgazdasági és szolgáltatási szektorban tapasztalt 20-50%-os munkanélküliségi rátát nem is veszik figyelembe. Azaz Kínával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy bár a korlátozások hatékonysága és a világon elsőként megkezdett oltási kampány kétségtelenül hozzájárult a gazdasági helyreálláshoz, a munkanélküliség leküzdése elsősorban a statisztikai módszerek megfelelő megválasztásával kialakított látszat, és nem pedig a valóság. A japán munkanélküliségi ráta a járvány előtt éveken át folyamatosan, tartósan, egyenletesen csökkent. A csökkenés mértéke a pandémia előtti évtizedben 2% volt. Ennek a csökkenésnek vetett véget a koronavírus. A járvány kitörése után a kényszerű zárlati intézkedések miatt 2020. januárjától a ráta folyamatosan emelkedni kezdett, és ez a tendencia 2020. októberéig tartott, amikor 3,1%-on tetőzött. Ez 1,6 századnyi százalékponttal volt magasabb, mint a modell szerint általunk becsült érték. Ebben a hónapban 6 millió fő volt inaktív a munkaerőpiacon. A csúcspont után az emelkedéshez képest valamivel mérsékeltebb ütemű csökkenés következett. A korrekció mértéke legfeljebb 0,5 százalékpontos volt. Az alacsony munkanélküliségi adatok oka a látszólag lassú esetszámnövekedés, aminek egyik lehetséges magyarázata az alacsony tesztelési arány, a másik a kormányzati kérések fegyelmezett betartása. Korea munkanélküliségi rátájának alakulása sokkal hektikusabb, mint a japán és a kínai rátáé, de 3 és 4% közötti mértéke a járvány kitörésekor hasonló volt. A nagyobb változékonyságból következik, hogy az előrejelzésünk konfidencia intervalluma is szélesebb lett. A mutató intenzívebb mozgása pedig azt is jelzi,
hogy a koreai gazdaság jobban függ a külső hatásoktól, mint akár a japán vagy a kínai. A járvány kitörése után hirtelen hamar növekedés kezdődött, amit kompenzált a magas tesztelési aránynak, a tömeges kontaktkutatásnak és a pozitív esetek azonnali kezelésének tulajdonítható alacsony halálozási ráta. Az első hullámban megfigyelt munkanélküliség csökkenés nagyon közeli lett a modellünk által becsült legpesszimistább értékhez. Értéke nagyobb ugyanezen időszak 0,5 százalékpontos japán növekedésének értékénél, de jóval kisebb a 2,6 százalékpontos növekedésű kínai adatnál. Ez arra utal, hogy Korea sikeresen vette fel a harcot a járvány első hulláma ellen. 2020 végére azonban a munkanélküliség már 5,4 százalékosra nőtt, ami a vizsgált időszak legmagasabb értéke az országban. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a tömeges tesztelés és kezelés kimeríthette a koreai egészségügy tartalékait, ezért a járvány újabb hullámai ellen már kevésbé volt sikeres a védekezés. Összefoglalva eredményeinket, a következőket mondhatjuk el. A járvány első hullámával mindhárom ország sikeresen megbirkózott saját sikeres stratégia alkalmazásával. Kína szigorú korlátozásokkal, Korea tömeges teszteléssel és kezeléssel, Japán pedig a lakossági fegyelem segítségével lett úrrá a járvány első hullámán. Az egyes országok munkanélküliségi adatait megvizsgálva megállapítottuk, hogy a munkanélküliségi ráta pandémia alatti valós szintje jóval magasabb volt, mint ahogy az a 10 éves idősor alapján becsülhető legpesszimistább értékből is következne. Ez bizonyítja, hogy a koronavírus gazdasági hatása a munkanélküliségi adatokban valóban megjelenik. Egy hasonló jövőbeli pandémia miatti gazdasági krízisre a tapasztalatok alapján két lépcsőben lehet felkészülni. Első lépésben a zárlati intézkedések fegyelmezett betartása, valamint az emellett zajló minél szélesebb körű tesztelés segítségével kiszűrhetők és elkülöníthetők a beteg dolgozók, miközben nem lesz szükség általános gazdasági leállásra és nagyarányú munkahelybezárásokra. A második lépésben a fegyelem és a szűrés mellé csatlakozik még a lakosság minél gyorsabb és teljesebb átoltottságának elérése, mert jelenlegi tudásunk szerint ez a járványok meggátlásának egyetlen, hosszú távon is hatékony módja. Tekintettel arra, hogy a vizsgált országok mindegyike más-más területen volt különösen hatékony, a tapasztalatok megosztása és a módszerek integrációja lehet a legnagyobb segítség a koronavírus és a hozzá hasonló jövőbeli krízisek kezelésének leggyorsabb és legsikeresebb útja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!